hogy így mondjam, henyélni, meg így hevenőzni a napon. Ha szabad kérdeznem a kedves hölgyet. Bohóc doktorok látogattak ebbe a kórterembe, akkor varázsolnak a gyermekek arcára mosolyt, amikor a legnagyobb szükségük van arra. Így vidámsággal segítik a gyógyulást. Mindezt szabad idejükben önzetlenül teszik. A KSH adatai szerint minden harmadik magyar végzett már életében valamilyen önkéntes munkát. 400 ezeren pedig rendszeresen segítenek hazánkban, az élet minden területén. Munkájuk, támogatásuk 20 milliárd forint értéket teremt évente. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család, esélyteremtő és önkéntes ház úgy döntött decemberben, elismeréssel díjazza az önkéntesek munkáját, de ebben a lakosság segítségét is kéri. Mi úgy döntöttünk tavaly évtől, hogy minden évben az önkéntes díjat, az év megyei önkéntese címet három személynek ki fogjuk osztani, két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei személynek, és a megye három határ menti jellege miatt egy külhoni magyar önkéntesnek fogjuk ezt a díjat megítélni, ahogy tavaly évben most is. Erre a díjra november 26-áig lehet jelölni személyeket. Ezt a jelölési időpontot mindenkinek figyelmébe ajánlanám. A jelölésről a szabolcs-cic.hu honlapon bővebben is olvashat, ott a jelölőlapot, mindazt, ami szükséges, letöltheti hozzá, és az a kérésünk, hogy e-mailen az anyagot az ott megjelölt e-mail címre, az irodánk e-mail címére juttassa el számunkra. Aki önkéntes munkát végez, jótékonyságból ajánlja fel a saját testi, szellemi vagy lelki erejét rászoruló, vagy kiszolgáltatott emberek megsegítéséért. Kis András a sajtótájékoztatón kiemelte, a tavalyi és tavaly előtti év még inkább megmutatta, hogy a kisebb helyi közösségek önkéntes kezdeményezéseitől a civil szervezeteken át az állami, önkormányzati fenntartású intézményekig egyre többen ismerték fel az önkéntes programokban rejlő lehetőségeket és az önkéntesekkel való együttműködés pozitív hatását. Szakmai grémium hozza meg a döntést, dönteni. Én bízok abban, tavaly évben is három személyt tudtunk díjazni, hölgyeket és urakat, külhoni és megyebeli szereplőt egyaránt, akik között volt egyébként pont díjász, volt olyan személy, aki hagyományőrző klubot és táncházat működtet, de volt fiatal orvos is, aki a környezetvédelem, a karitatív akciók terén mutatott nagyot, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokfajta önkéntesség létezik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család, esélyteremtő és önkéntesház azokat az embereket szeretné elismerni és díjazni, akik a közért dolgoznak és önfeláldozó munkájukkal segítik az embereket. November 26-áig várják a szabolcs-cic.hu honlapon a jelölések beküldését, érdeklődni pedig a 42-es körzetszám 311-324-es telefonszámon lehet.